Gergővét, a kerékpársport nehéz oldalát nyomjuk a autóban szakértés. Sziasztok! Ez itt a 2020-as Turul Kupa Master Senior női mezőnyversenyének összefoglalója. Az októberi időpont ellenére gyönyörű időben versenyezhettünk, a megszokottól kicsit eltérő útvonalon, útfelújítás miatt a gyermelyszomor kerülő helyett egyenesen mentünk Tarjánig. De ez így is az egyik kedvenc mezőnyversenyem, mert jó a pálya, és nem kell az elittel közös mezőnyben versenyeznünk. Az elitek és az U19-es fiúk körülbelül 4 percen előttünk indultak, ők 53-an voltak a mezőnyben, nálunk 73 versenyző állt rajthoz. Az egyes útról lekanyarodás után az első emelkedőig 3 kilométeren át enyhén emelkedik az út. Itt sokat mentem elől. Közvetlenül mögöttem Herman Robert. Na itt kezdődik az első mászás. 1 kilométer, körülbelül 5%, utána még 1 kilométer, 2,5%. Nyomom neki 400 watt, de kerül neki folyamatosan. Egyébként borzasztó ez a felmaradt aszfalt. Hihetetlen, hogy ezt útjavításként el tudták számolni. Lipka Balázs lépett el egy kicsit, de ennél messzebbre azért nem jutott. Már a lejtőn gurulunk, itt rájöttem, hogy középen a felfestés miatt nem marták fel az amúgy tökéletes aszfaltot. Próbáltam Karcsit is magam elé hívni, hogy legyen szélárnyékom is, de végül is hamar leérünk a rázós részről. A Héregi mászás elején vagyunk, közel 3 km, 4-5%. Egy viszonylag erős tempót mentem, 320 watt, 5,1 watt per kiló körül, reméltem, hogy így nem lesznek támadások. Hát dehogy nem lesznek, Arany Gabi lószul meg minket. Elég keményen odalépett neki, hamar eltávolodott. Én nem növeltem a tempót, reméltem, hogy ezért azt a tempót nem bírja sokáig. Mögöttem is mindenkinek megfelelt ez, egy kicsit ugrunk akkor előre. Az elit mezőnyből leszakadókat érünk utol. Legelő Arany Gabi, mögötte még két leszakadó versenyző. Mögöttem pedig Nyitrai Laci teszi a kereket. Róla biztos nem mindenki tudja, hogy a 90-es években a Szolnoki cukorgyár versenyzője volt, a 96-os és 97-es Tour de Hongrin is indult. A csapatuk első számú, védett embere pedig nem más volt, mint a verseny jelenlegi főszervezője, Eisenkrammer Károly. Szóval biztos tud VIP jegyet szerezni. De ha így nézzük, jó kis mezőnyben tekerünk. A közben utolért Arany Gabi ugye kétszeres elit magyar bajnok, azért az se semmi. Én már csak tudom, ugye? Oké. Ja igen, közben alakult egy gruppetó mögöttünk, páran azért leszakadtak a felfelében, ők mostantól a kettes csoport. Itt már kezd kilapulni az emelkedő, és Lipka Balázs jön előre, de ez inkább támadás. De nincs kedvem menni utána. Ahogy nézem, másnak sincs. Sőt, egy kicsit még rólam is megúsznak, de aztán Sáros Jendre odalép neki. A lejtőn felvezető motoros ment elő, aztán Balázs, aki igen ügyes lejtőző, szóval tökéletes helyen voltam. Ez már Tarján határa, ugye itt fordulunk a stop cukrászda időfutamon körülbelül. Megint van két szökevény, Sáros Jendre és Lipka Balázs, a két nyughatatlan. És hát nem nagyon megy senki, csak gurulászunk. Egy kicsit vártam még, aztán előre álltam tempózni. Két percet mentem én elől, körülbelül tartani tudtam a különbséget, csökkenteni nem. De aztán végre kikerültek. Sőt, szakadozott is a sor, Petro Karcsit láttam kicsit eltávolodni az elejétől, ugrottam is utána. Hát igen, kicsit necces volt ez jobbról. Nagyszerű, távolodom is a bolytól. De Speciál Viktor jön, és ha ő jönni akar, akkor jön is. Közben Karcsi megvan, de hát vannak még előrébb, gyerünk tovább. Megvan Balázs is, és Endre is. Itt persze elgondolkodtam, hogy mi is legyen. Úgy voltam vele, hogy ha már eddig nyomtam, akkor nem szabad megállni. Endre jött utána,
de nem nagyon tudtunk elgurulni. Szó szerint elgurulni, mert hát ugye ez itt 0 watt. Pár másodperc és hátba lettünk csapva. Ez már az elkanyarodás Bajót felé. A következő emelkedőig 2,5 km false flat várt ránk. Nincs 1% se, de azért folyamatosan emelkedik. Itt Speciál Viktor jelzi félreérthetetlenül, hogy ő aztán nem fog üldözni. Jó, akkor megyek én. Jönnek még mások is. Lipka Balázs húz el. És Arany Gabi megy utána. Jó helyzetfelismerés. Herman Robi nem fog menni utánuk, ahogy én sem. És hát pikpak, el is távolodnak. Itt a kanyarban jól látszik a mezőnyünk mérete. Innentől megadtam a különbséget a két szökevénynek. Mi vagyunk a kettes boly. A Péliföld Szentkereszti rövid emelkedőn vagyunk. Ez körülbelül 600 méter. De 6-7%, szóval itt azért lehet akciózni. Egy az elit mezőnyből leszakadt csoportot érünk utol. Előttem Sárosi Endre viszi a tempót, balra az 50 pluszos Hajosmit László, aki egyébként Nyitrai Laci csapattársa volt a 96-os 7-es Tour de Hongrin. Nem semmi mezőny, nem? Itt mindjárt felérünk, aztán lehet gurulni. Ez már Bajót, megint van egy szökevény. De mindjárt érkezünk az éles visszafordítóhoz, igen, amit be is néz. Sárosi Endre az megint. A mezőny szerencsére szépen bevette a kanyart. Ezen a szép erdős szakaszon elég sokat mentem elő. Aztán az erdő után is elég sokat mentem elő. Aztán megérkeztünk végre Bajnára, és Sárosi Endre megint a boly előtt 5-6 másodperccel, most kanyarodik. Petro Karcsi húzza utána a sort. Mögöttem Deréki Barna fordul. És Karcsi rakja neki, Endre épp hogy látszik, most kerül a tábla takarásába. És rakják nekik, én is erőlködtem, de csak nem közeledtem. Itt már kicsit pánikmódba váltottam, odaléptem neki rendesen. 600 watt. Itt a videón nem látni jól, de a két szökevény, Lipka Balázs és Arany Gabi már látótávolságra volt. És ugye összeállnak négyen, az veszélyes lehet. Itt már csak 500 watt, de ezzel meg is fogtam őket szerencsére. No igen, de a két szökevény még mindig előttünk van. Sőt, elkezdett nőni az előnyük megint. Senki nem akar menni. Már megint 10 másodperc fölött az előnyük. De bam! Ez 1225 watt volt Karcsitól. Szerencsére azért lassan megszeridül, és szép lassan vissza tudom hozni. Most már a két szökevény is meg lesz, már ők is nézegetnek inkább. Ja igen, amatőr versenynek ez is a része, hogy nem elég a versenyre figyelni. A forgalomra is kellene. Nézd már hátra, Karesz! Na, nem lett gond szerencsére. És akkor megvan Lipka Balázs és Arany Gábor is. Gruppo Compatto. 15 kilométert, közel fél órát voltak szökésben. Herman Robi tempózik elől, megérkezünk a héregi mászáshoz. Erről az oldalról 2,5 km, kb. 4%, nem egy hosszú emelkedő, de ha emelkedő, akkor Tigris. Van, aki nem ismeri Tigrist? Legyen elég annyi, hogy a 2015-ben felállított dobogókőkomját idén 2021-ben 9 másodperccel javította meg Walter Attila. Lehet, hogy kicsit többel is megtudná, de nem sokkal többel. De most szép egyenletes tempót ment, nem kellett megszakadni, nem volt rángatás, nekem 4,1 watt per kiló átlag lett a teljes mászás. Ugrunk is a lejtőzéshez. Jön előre Speciál Viktor, egyből felveszi az aeropost,
2020-ban ugye ez még teljesen szabályos volt. Lehet ezt érdemes nézni. Az emelkedőn Tigrisé volt a tökéletes kerék előttem, lejtőzéshez pedig hát nem sok jobbat találni Viktorénál. Én nem ültem a vázra, így bizony nekem néha tekerni is kellett, hogy ne maradjak le nagyon. 5 kilométert ugrunk előre, itt érkezünk Tarjánba. A távolban látszik megint egy bringás, neki innentől meg is adtam a külön időt, körülbelül 10 másodpercet távolodott el tőlünk. Megint Sáros Endre az. Én a verseny alatt észre sem vettem, hogy újra megszökött. A lejtő utáni szakaszon elég hátul helyezkedtem, így a videón sem látszik a szökés pillanata. Ez már Tarján másik vége. Innen indul a 3 kilométernyi, átlagban 2%-os emelkedő. De ez itt például egész meredek, aztán kikilapul majd. A kanyarban látszik a csapatautó is, a zöld Kangoo, valamint Lipka Balázs, ahogy görcs miatt leszakad a bolyról. Volt tartalék kerék, sőt egy komplett másik bicikli is az autóban. Ugye nekem az éves pontverseny miatt fontos volt, hogy be tudjam fejezni a versenyt, akár egy 20. helyen is meg lehetett az összetett elsőség. Másfél kilométert ugrunk előre, és amikor Tigris kiborít, feltűnik előttünk egy nagyobb csoport, akik az elit mezőnyből szakadtak le. Eltelt egy újabb kilométer, mire végre Petro Karcsi előre jött és odalépett neki. Nézzük, kik vannak itt. Hopp, elsőnek egyből egy piros fehér zöld passzé. Bizony a 2014-es elit magyar bajnok Rózsa Balázs. Strava szerint Héreg és Tarján között vagy 5 percet állt, gondolom defekt miatt. Volt itt több U19-es versenyző is, ketten még a dobogóra is felfértek a végén, és itt van Endre is, a szökevény. Egyből teszi is rám a kereket, Karcsi meg tempózik elől. Alig egy kilométert ugrunk előre, és itt vagyunk a felmaradt burkolati szerpentinen. Hát, ezt nem sikerült jól bevennem. Petro Karcsi és Speciár Viktor szépen el is tempóztak emiatt. 2 kilométer üldözés után a lejtő végére sikerült utolérni őket. Itt fordulunk az egyes főútra. Szerencsére rendőrök biztosították nekünk a szabad utat. Jó sokan vagyunk az utolért boly miatt. És jön az utolsó 2,7 kilométer, az emelkedik végig a célig, átlag 5,4%, de az első kilométer az több mint 7,5. Neki is ugrik mindenki, 500 watt, és kerülnek ki folyamatosan. Kidobtam a kulacsom a zárokba, Madarász Ádám követte is a példámat. Akkor még nem volt tilos profi versenyeken sem a szemetelés, és persze mi vissza is mentünk a kulacsunkért a verseny után. Hát igen, emelkedőn fölfelé kellett fékezni, nem ideális, de hát jobban kellett volna helyezkedni a kanyar előtt, ugye? Itt meg mindig keményen nyomjuk, nekem 400 watt, jó mondjuk ez részben a fékezés miatt van, próbálok visszaérni oda, ahol a manőver előtt voltam. De azért mostanra kezd mindenki megszelidülni, és a legmeredekebb 10% körül részen már túl is vagyunk itt nagyjából. Kemény pénfészeket lehet azért itt látni. Szerencsétekre az enyémről nincs videó. Na, a két csapattárs hogy egymásra talál? Éregi Péter és Madarász Áron a két brigéciós. És jobb oldalon képen látható, jön előre Tigris. Mert ugye, mint tudjuk, ha emelkedő, akkor Tigris. És ezt amikor láttam, hogy jön előre, akkor egyből menni kéne utána. Csak hát be vagyok pokszóval, Karcsitól nem megy, de bíztam benne, hogy ő fogja tenni utána a kereket, és ment is. Úgyhogy nincsen semmi gond. Ha, a két volt cukorgyáros csapattárs újra együtt küzd. Na, ez egy Karcsit kikerültem. Mögöttem Tök és Péter teszi a kereket. Radvánszky Mátét érjük utol, ő U19-es.
Előttem tehát négyen tempóznak. Legelől, micsoda meglepetés, az elit Rózsa Balázs. Mögötte a szakszomos U19-es Sidló Dániel. Baloldalt a Masterkorú Tigris, Kács Gábor. Közvetlenül előttem pedig a szintén U19-es Varga Kornél. Mögöttem pedig Tőkés Péter, ő szintén master. És igen jól tartja magát, de a mezőny karcsival az élén már kicsit megúszott. Egy rövid időre itt úgy tűnt, talán Petinek is sok ez a tempó, de nem. Tigrisnek nem kell szélárnyék sem, ez a tempó neki nem lehetett nagy megterhelés. Közben látható, hogy a mezőny egyre jobban leszakad. Na meg mi is úgy látom. Már nehogy már. Kicsit odaléptem neki itt. Felkúszott a Power 350 wattig is. Egy rövid időre. Nagyjából vissza is zárkózunk. De aztán elől Tigris jól megnéz engem, és odalép neki egy kicsit. Ennyi. Eddig is határon mentem, így aztán akkor mi is leszakadunk. Hátul nincs akció, tempóznak. Peti nekem meglepetés volt, nem ismertem, a verseny alatt sem nagyon láttam magam előtt. Nem számítottam rá végjátékban. Ezentúl figyelni fogok rá. Peti odalép neki, én nem tudtam reagálni, vagy nem akartam, már nem tudom. Csak tempóztam tovább. Mögöttem már nem is látszanak. Jó, azért nincsenek messze, a 15 másodperc különbség az elejéhez képest értendő. Mielőtt elmegy a vonat, azért csak odalépek neki. Pár másodpercre majd 400 watt is összejön. Közeledek is, szerencsére. Legelő Rózsa Balázs, mögötte Tigris, majd Varga Kornél, Sidló Dániel kicsit lemaradva, de mi maradunk le igazán Tőkés Petivel. Itt még viszonylag meredek az út, de itt kezd kilapulni, fel fogunk gyorsulni mindjárt. Itt Varga Kornél lassul le műszaki gond miatt, nem tudta nagy tányéra tenni a láncot, úgy látom. Igazán kár érte. Nem, azok egy masztáron elő. Közben Peti kérdezi, hogy az előttünk tekerők versenyben vannak-e velünk. Hát ugye csak Tigris. Ez borzasztó ez a szakasz egyébként a sok autó miatt. Persze sok a civil is, hiszen ez egy népszerű kiránduló hely. De nagyon rossz egy versenybefutójára jönni így, hogy ennyi mindenre kell figyelni az ellenfelek mellett. Közben Tigrisnek megadom a külön időt, mi Petivel vagyunk a kettes csoport. Hogy? Szerintem második. Ez is nagy hiba volt, nem figyeltem hátra, így esélyem sem volt tenni a kereket Kornél mögé. Közben Peti kérdezte, hogy akkor a harmadik helyért megyünk-e, de nem, mondtam, hogy a második helyért. Már csak 2% az emelkedő, de azért emelkedik ez is, tehát nem lehet annyira felgyorsulni. Már csak a két U19-es látni elől, Balázs és Tigris már messze jár. Még körülbelül 300 méter a célig. Peti mondta, hogy neki jó a harmadik hely is, úgyhogy én akkor nem is taktikáztam, csak nyomtam neki a célvonalig. Persze azért nem bántam volna, ha legalább még Kornélt utol tudom érni. Mögöttünk továbbra sincs senki. Aztán sajnos adminisztrációs hiba miatt a speaker harmadiknak mondott engem. Peti emiatt nem is várta meg az eredményhirdetést. Ez igazán szomorú. Nekem ez bőven jó.
Kökis Péter, Speciál Viktor, Szalai Gábor, Nitrai László, Szaniszló Attila, Sárosi Enge, Arany Gábor, Herman Robert, Radvánszki Máté. Hát, szokásos. Bocs, Krisztóf, csak próbáltam a célba érkezőkre figyelni. Bakos András első volt a korcsoportjában. Végül is egy hegyi befutós versenyen Tigris mögött másodiknak végezni nem rossz eredmény. És ezzel persze meglett az AKESZ éves pontverseny elsőségem is. Végülis csak alig 10 éve próbálkozom ezzel. Jó, persze Covid miatt elég bolond év volt ez. Főleg nekem, aki medencetörésem után. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól megy majd még a bringa. Sajnos idén sérülés és betegség miatt, ugye a hangom. Szóval nekem kimarad a turulkupa, de ezért megpróbálok kilátogatni. Addig is, sziasztok! Bonár Bence, 18. hely?